Ez az a fogyódi buszmegálló a rendőrségi fényképen, ahol egy csecsemőt találtak október 10-én vasárnap délután. Ebbe a takaróba csomagolva fedezte fel a kislányt egy kutyát sétáltató pár. Egy 37 éves zalaegerszegi nő az anya, aki szerdán feladta magát a Somogy megyei rendőrfőkapitányságon. A nyomozók az asszonyt emberölés büntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették. A csecsemőt a kihűlés veszélye fenyegette, mondja az orvos. Arra vannak adat, hogyha teljesen fedetlen testtel van valaki hideg környezetben, akkor akár 3-4 fokot is eshet a testhőmérséklet fél órán belül. 32 fokos testhőmérséklet alatt már súlyos problémák adódnak, a kicsik pedig sokkal gyorsabban hűlhetnek ki, mondja a professzor. A gyermek nem miniatűr felnőtt. Különösen igaz ez az újszülöttekre, akiknek a testfelület, testtömeg aránya lényegesen nagyobb, mint a felnőtteknek. Ezért a hővesztés is sokkal kifejezettebb újszülötteknél, különösen koraszülötteknél, de különösen a megszületés utáni órákban, hiszen az újszülött a hőjét a hideg környezetben többféle formában veszti. A hideg tárgyal való érintkezés, a hűvös légáramlatok, a pároloktatás, a test hőleadása mind veszteség, ezért kell betakarni őket. Az anya nem akarja a gyermeket, az életét megmentheti. Erre szolgál az újszülöttmentő inkubátor hálózat az országban 1996 óta, mondja a professzor. Szép számmal el is helyeznek ezekbe az inkubátorokba újszülötteket, jellemző módon érett újszülötteket, és szerencsés módon minden probléma nélkül örökbe is adhatók ezek az újszülöttek. Pécsen is van ilyen inkubátor a gyermekgyógyászati klinikán. Ez az az inkubátor itt a gyermekgyógyászati klinikán, ahova bárki behozhatja megszületett gyermekét, hogyha nem akarja felnevelni. A falon ki van írva, hogy kell használni ezt a berendezést, illetve az is, hogy mi történik a kisgyermekkel, miután elhelyezték az inkubátorban. Egy 2020-as nyilvántartás szerint 36 ilyen újszülöttmentő inkubátor van hazánkban. A lista szerint Fonyódon nincs, de 40 kilométerre Keszthelyen már igen. Ez volt a legközelebb a 37 éves zalai nőhöz, aki az inkubátorba büntetlenül betehette volna gyermekét, és most nem kellene emberölés büntet kísérletéért felelnie a hatóságok előtt.